Jótékonysági koncertet szervez a Jó Arcok Együttes és segítői, akik mindannyian a Hargita megyei Gyermekvédelmi és Szociális Igazgatóság intézményeiben nőttek fel. A december 18-án 18 órától a Csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában sorra kerülő koncertről a fiatalok sajtótájékoztatón számoltak be. Azért szeretnénk másokon segíteni, mert rajtunk is folyamatosan segítettek, a mai napig is segítenek rajtunk, állnak körülöttünk is, és mi úgy gondoltuk ennek fejében, megpróbálunk mi is segíteni hátrányos helyzetben élő családok számára. A koncerten többek között Szőcs Reni, Abodi Nagy Blanka, Fábián Anna Mária, az LSD együttes Vaszi Levente és Simó Anna Mária is fellépnek. Jokom Zsók segítségével, András Ervin és Gábor Rudolf segítségével, hogy kik legyenek azok, ismerősök is legyenek. Vannak olyan fellépők, akik tehetségkutatókon is részt vettek. És akkor úgy próbáltuk úgy csinálni, hogy az, akik bejönnek a művelődési házba, azok akkor ismerjék is, meg színes is legyen. És kiknek fogjátok adni majd az adományokat? Ezt egy szegény családnak, igazából úgy volt, ugye, hogy három vagy két családnak, de úgy döntöttük, hogy inkább minél több családnak fogunk segíteni ezzel. A rendezvényre 15, 25 és 50 lejes támogatói jegyeket lehet vásárolni. Ebből a fiatalok hátrányos helyzetű családoknak fognak ajándékcsomagokat készíteni karácsonyra. Adományukat a koncert alatt is fogadnak a szervezők, ezeket ugyancsak nélkülöző gyermekeknek, időseknek fogják eljuttatni.